A tavalyihoz hasonló élményre számíthatnak azok, akik részesei szeretnének lenni szombaton a szuper speciálnak a Palotai úton. Ez a program ugyan nem része a versenynek, mégis több ezren kíváncsiak rá évről évre, ezért örült Székesfehérvár alpolgármestere annak, hogy idén is megtartják a különleges városi száguldást. Az egész rally bajnokság üde színfoltja az a Palotai úti szuper speciál futam, amely itt kerül megrendezésre Székesfehérváron. Szombat délután megtelik ismét reményénk szerint a Palotai út és a csikorgó kerekeket és a olajfüstöket láthatják majd az érdeklődők. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség élére néhány hónapja Szújó Zoltán került, aki elmondta, a nemzetközi versenyekhez való alkalmazkodás jegyében megnövelték az idei bajnokságban a murvás pályák számát. Így a Székesfehérvár Rally összes szakasza is laza talajon fut. Nagy örömmel kezdjük az országos rally bajnokságot Székesfehérváron, ugye azért itt a környéken elég nagy támogatottsága van a rallinak, és értő közönség elé jövünk. Murvás futam lesz, ami azért egy meglehetősen nagy sportszakmai ilyenség vagy különlegesség, és egyébként tényleg fantasztikus pályákat sikerült a helyi támogatásnak köszönhetően kijelölni. A Székesfehérvár rallira összesen 61 nevezés érkezett, és a tereprallin is több mint 20-an állnak majd rajthoz. A főszervező Lakatos Róbert kiemelte, ilyen még nem volt, hogy a két bajnokság versenyét párhuzamosan egy helyszínen tartsák meg. Több mint 20 év után újra murvás futammal nyit a rally bajnokság. Szép számú nevezés érkezett, őszintén mondom, hogy több, mint amit előzetesen kalkuláltunk, és ez jó hír, ez nem panasz, hanem jó hírként gondolunk erre. A futamnak fehérvári indulója is lesz. Ifjabb Viszló Csaba nagyon örül annak, hogy hazai pályán versenyezhet, és abban bízik, dobogóra állhat a hétvégén. Nagy reményekkel várom a hétvégét. Ezek a hazai pályák nagyon jók, remélem sok ismerős kilátogat. A Murva az alapvetően egy szimpatikus talaj nekem. Jó lesz, hogy a pláza mellett tudunk ott a nézőknek kicsit autózni. A szervizpark a MOL Arena sóstó parkolóiban lesz, itt meg lehet nézni az autókat és a versenyzőkkel is lehet találkozni. A futamokról a képernyőn látható internetes oldalon lehet részletesen tájékozódni. A szervezők nyomatékosan kérik a nézőket, hogy saját testi épségük védelme érdekében tartsák be a biztonsági előírásokat.